a két kultúra ilyen szempontból hosszú időn keresztül egymás mellett volt, és mégis azt kell mondjam, hogy mai világban ez a két kultúra eléggé szétvált. Ha az, arra gondolunk, hogy a természettudományos oktatás példának okája erőteljesen visszaszorult. Ennek következtében nem tudom, majd a polgármester úr nyilván fogja mondani, hogy miért nincs fizikus, meg matematikus, meg kémikus tanár az iskolákban. Bizonyára van ennek oka. De ez mindenféleképpen jelzi azt, hogy az egyik része tulajdonképpen kezd valahogy visszaszorulni. De a másik rész, az sem tulajdonképpen, az irodalom és a történelem oktatás sem mindenütt olyan, ami ennek lennie kellene. Tehát, és akkor áttérnek arra, hogy a balféltekkel, jobbféltekkel, tulajdonképpen az igazi két kultúrát két féltekénk reprezentál, képviseli. A balféltek az, amelyik beszél, aminek időszámítása van, tehát a történelem a balféltekéhez tartozik, az irodalom jelentős része a balféltekéhez tartozik, a matematika oda, és a természettudományos dolgok is oda tartoznak, tehát itt egyesünk. A jobb félteke viszont rendkívül fontos, meg igaz, hogy nem beszél, de a művészetek, és a művészeteken keresztül még valami, a kreativitás. Kérem szépen, tulajdonképpen a legfontosabb dolog, ami a jövőt igazán meghatározhatja Magyarországon és másutt is, az, hogy hogyan bánunk a kreatív elmékkel, egyáltalán kreativitással. Tehát ez is jobb félteke is elsősorban. Na most föl kell tenni a kérdést, hogy az iskola ezt hogyan veszi tudomásul? Van-e zene és énekoktatás, rajzoktatás, és így tovább? Van-e az, amit 2600 évvel ezelőtt Konfucius Kínában bevezettetett az iskolákba? Hogy legyen tánc, legyen rajz, legyen zene, ének és költészet. Mindezeket kellett tanítani az egyéb tárgyak mellett 2600 évvel ezelőtt. Ezt azért érdemes megjegyezni, mert ugye nem merészség kijelenteni, hogy a 21. század nagy fejlődő, vagy már fölfejlett állama és kultúrája is egyben az a kínai lesz, vagy már van. Miért? Mert valahogyan sikerült átmenteni még a Mao Zedong időszakon keresztül is ezeket a dolgokat, amelyeket Konfuciának idén kötelező érvénye. Mi volt a Konfuciának a érve? Hogy harmonikus embereket kell képezni az iskolának. Ő úgy mondta, hogy harmonikus embereket, államférfiakat, hát persze ő államférfi alatt inkább az értelmiségi, vagy annak megfelelő kategóriát értette. Na ez az, ami Kínában ma is megvalósult. A mi kultúránkban, a mi iskolai kultúránkban, és a mi alatt tessék érteni nem csak a magyart, hanem egyáltalán az euróatlanti kultúrát, erősen verbális a kultúránk. Tehát főképpen balféltekés kultúránk van. A jobbféltekét nem annyira. És ha ezt... Én szeretnék egy olyan érvet felhozni, amit Jean-Paul Brigelli, ez egy francia oktatáspolitikus, 2008-ban írta meg, és rögtön le is folytották magyar a könyvét. A könyvének a címe egyébként, itten valahol fölírtam, igen, Butaságra kárhoztatva. Az iskolák programozott halála. Mondja ezt Franciaországról, a francia iskoláról, a francia kultúráról ennek következtében. Ő azt mondja, tény, hogy az iskolákból, tisztelet a kivételnek, tehát vannak mindig nagyon jó iskolák, és ez fontos, kiirtottak mindent, ami szép, és ami történelmi jelentéssel bír. Itt arról van szó, hogy meg kell fosztani a népet egyrészt az emlékezetétől, másrészt pedig az ítéletalkotó képességétől. Egy történelmétől megfosztott nép lehet boldog, sőt, butaságában lehet csak igazán az. Egy nép, amelynek nincs ízlése, amely nem hallott soha a képzőművészetről, a zenéről és az irodalomról. Az kész elhinni, hogy a televízió két reklámbok között minőségi termékekkel látja el. Mondja ezt Brigelli, aki, hát én azt hiszem, hogy nagyon jól meglátta, hogy mi a helyzet Franciaországban. Egyébként azt hiszem a vasárnapi magazinban, Magyar Nemzetről van szó, ugyan hasonlóképpen lehet látni, vagy lehetett olvasni a francia helyzetről, mint ahogy itt most felolvastam. Ezt miért mondom? Azért kérem szépen, mert igazán, amikor két kultúráról beszélünk, vagy egy kultúráról szeretnénk beszélni, akkor tudomásul kell venni, hogy az iskolának alapvető szerepe van, és nyilván polgármester úr erre külön ki volt térni, abban, hogy ez a két kultúra a gyerekek fejében egy kultúrával nőjön össze. De hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy mind a két féltekét kell művelni. Művelni kell jobb féltekében a művészeteknek valamelyes ágát, tehát a művészetek és egyáltalán a kreativitás úgy fognak össze, hogy az érzelmi életünk és a művészetek azok ilyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
ehhez képest, ugye, kiderült, hogyha kreativitást akarjuk nevelni a gyerekeket, ez művészetekkel megy a legkönnyebben. Tehát zenével és énekkel elsősorban. A másik dolog persze, hogy a balféltekét is művelni kell, tehát író-olvasó nemzetet kell csinálni, vagy kell előállítani az iskolákban, és nem csak író-olvasót, hanem történelmi identitással is rendelkezik. Úgyhogy én azt hiszem, hogy de jelenleg a helyzet valóban az, hogy kezd alapvetően két kultúra kialakulni a mi országunkban is, nem csak Franciaországban. Nevezetesen lesz egy tömegkultúra, és lesz egy elitkultúra, vagy már van. Az elitkultúra megengedheti magának, hogy a gyerekeit oda küldje gimnáziumba, vagy egyetemre, ha kell, akkor Oxfordba, vagy Harvardra, ahol megfelelőképpen oktatják, magas szinten. Igen, de ezt csak az elit tudja megengedni magának, és a nagy rész a társadalomnak ezt nem. Úgyhogy feltétlenül arra kellene törekedni, és gondolom, hogy a következő kormány, nem akarom ellopni a szót, a következő kormány pontosan ilyen szempontból fog eljárni majd, hogy az iskolákban a szintet emelni, mind a balféteke, mind a jobbféteke tárgyaival kapcsolatosan. Nekem az a reményem, hogy ez a két kultúra vagy egy kultúra tulajdonképpen éppen a gyerekekben egy kultúrával fog majd összenőni. Köszönöm.